A németországi járművet Ulm város polgármestere adta át. A tervek szerint az adományt áprilistól használják. To nam dosta znači za operativnost dobrovoljnih vatrogasaca, jer naša vozila su, naš vozni park je dosta star, u prosjeku oko 50 godina. Ovo je mlađe vozilo i opremljenije je pumpama visokog pritiska. Az új tűzoltókocsi a Tiszakálmán-falvi önkéntes egyesület munkáját fogja segíteni, akik közel 100 éve működnek. Veoma će doprineti brzom izlasku na mesto događaja, znači zbog njegove brzine, zbog njegove starosti, znači mlađi je kamion mnogo od ovih kamiona koje mi posjedujemo, tako da će ulivati sigurnost kako našim vatrogascima koji gase požare, tako i građanima kojima pomažemo i gasimo požare. Az egyesület közel 70 tagot számlál. Tavaly több mint 30 beavatkozást hajtottak végre. Ono što mi kao mesna zajednica uz pomoć grada Novog Sada očekujemo i želimo da uradimo za ovo naše društvo jeste da rešimo imovinsko-pravne odnose zemljišta na kojem se nalazi vatrogasni dom. Az épület felújítása mellett kiképző központ kialakítása is tervben van.